Sziasztok, megérkeztünk Erdőkertesre a Matematika zenekarhoz. Egy hattagú Kid Rock zenekarról van szó. Nézzük is meg őket! Megérkeztünk a Matematika zenekar próbatermébe. Ha minden igaz, akkor 6 tagunk van. Mutatkozzatok be! Én Kovács vagyok és basszusgitározom. Tóth Máté, billentyűzök a Matematika zenekarban. Nagy Oliver gitár. Pap Alex gitár. Grekó Zoltán dob. Selmeci Dóra ének. Ki mióta zenél? Körülbelül 3 éve csatlakoztam a bandába. Hobbiként szeretném folytatni. Te hány éves vagy? Úgy látom, te vagy a legfiatalabb a csapatban. Hát 14 éves vagyok. És mióta zenélsz? Hát olyan 3 éves koromban kezdtem így dobolgatni otthon. Utána 4 éves koromban volt már egy szerelésem. Kb. 3 éve jöttem ide zenélni a zenekarba. Szeretnél komolyan foglalkozni a zenével? Igen, szeretnék. Ti vagytok azt hiszem a ketten a legidősebbek. Ti mióta zenéltek? Hát én olyan 6-7 éve zenélhetek, tehát régebben kezdtem, én is ugye 3 éve vagyok a zenekarban, kicsit régebb óta, mint Zoli, úgy Dórival meg Dáviddal kezdtük egyszerre, meg még volt egy-két tag, akik úgy időközben lekoptak, meg kiváltak. Hát én szeretnék a zenéléssel foglalkozni komolyabban a későbbi távlatokban, de persze hobbiként is, tehát főleg hobbiként csinálom, mert ugye a suli, meg a szakma, meg a munka is fontos mellette, mert abból lehet megélni elsősorban. Hát én most három éve februárban kezdtem gitározni, és a zenekarba olyan fél évvel ezelőtt csatlakoztam, úgyhogy én vagyok a legfiatalabb, az előző gitárost váltottam. És hát a jövőben nézve szeretnék én is komolyabban foglalkozni a zenével, de egyelőre csak hobbi szinten foglalkozott vele, tehát úgy de célirányosan zeneiskolában még nem tanulom, de kilátásban van, tehát bármi megtörténhet. Én jelenleg 14 éves vagyok, hát egy olyan 3 éve jöttem ide a zenekarba, mondhatjuk, körülbelül. Hát szintetizátorozok már egy olyan 7-8 éve talán zeneiskolába. Távlati tervek? Távlati tervek? Hát szeretném folytatni természetesen, meg fogom is. Hát én zongorával kezdtem a zenekart, mert még a zenekar előtt 2 éve zongoráztam, és akkor váltottam basszusgitárra, akkor jött Máté. És hogy hát én összesen nem tudom hány éve zenélek, 5 vagy 6, de zongor, és abban váltottam basszusra. De én a jövőben is szeretném folytatni, főleg basszusgitáron dolgokat. Ugye egy Kid Rock zenekarról beszélünk, ugye úgy gondolom, hogy mindannyiatokhoz a rock zene áll a legközelebb. Vannak-e kedvenc előadóitok, sztárok, akik inspirálnak titeket? Hát persze, hát mindenkinek van, minden gyereknek, meg minden zenésznek főleg, ugye zenészek. Hát nem is tudom, kedvenc zenekarok, hát sokféle zenét hallgatok új rockon belül, de talán
magyarok közül a Leander vagy a Depresszió az, ami nagyon erős nyomvonal nálam. Hát külföldiekből ugye Metallica, meg Slayer, ilyen durvább dolgok, tehát az ilyen tessesebb témák, ezeken nőttem fel, meg édesapámék is. Hát sztárokból nem is tudom, talán James Hetfield, a Metallica frontembere, Vörös Attila, ha már magyarok, a Leanderből. Más stílusból is hallgattok zenét? Hát igazából szerintem úgy Dávid, én és Alex képviseljük úgymond a rockzenének az erősebbik oldalát, a többiek meg a inkább a könnyebb oldalát. Tehát nem tudom, hogy igazából a többiek milyen előadókat hallgatnak így ők hárman, de a mi hárunk zenei stílusa az közel megegyező, és helyek közel ugyanazokat a zenéket hallgatjuk. Ha zenei stílus nézünk, akkor ezek a heavy metal, metalcore stílusába esnek. Van-e olyan előadó bármelyikőtöknek, akit így példaképnek tudnátok magatok elé állítani? Hú, hát nekem talán vagy a Dream Theater, vagy a Red Hot Chili Peppers, tehát ezek ilyen szélsőségesen elbont basszus gitáros zenék, tehát más nem hallgatja meg. Én gondolom, mindenkinek van így saját elképzelés. Hát esetleg még talán, ha nem ide tart, nem éppen ezekhez a stílusokhoz tartozó, de a Steel Panther nevű együttes, ez igen csak mondhatni példaképnek, mert hát mondjuk úgy, hogy nekik bejött az élet. Hát aki csak egy kicsit is ismeri, megnéz egy koncertet, az először csak a kinézetükön akad ki, de hát ha végignézi a koncertet, akkor ott a látvány tárul eléjük, hogy azt mondaná, hogy bárcsak ők is. Ugye rockzenét játszotok, többnyire feldolgozásokat külföldi, illetve magyar rock előadóktól. Honnan indult a zenekar? Hát először úgy nézett ki, hogy volt egy keltesi zenekar, a Don Garden, ők felnőttekből álltak, és akkor jött az az ötlet, hogy miért nincs nekünk gyerekzenekarunk, amikor megnéztek egy másik település koncertet, ahol egy gyerekzenekar lépett fel, és akkor így pattant ki a felnőtteknek, meg az önkormányzatnak a fejéből, hogy kéne egy ilyen gyermekzenekar. Aztán úgy összejöttünk, próbálgattunk, úgy belekóstoltunk, hogy tetszik-e, meg megye. Voltak segítőink a felnőtt zenekarból is, például Király Attila, vagy mondjuk a Kuruc Zoli, aki dobolt, Topi a basszusgitáros, aki eleinte segítgetett még a hiányos tagokat. Aztán szépen így jöttek tagok, üres helyek megteltek, és akkor így a felnőttek azok kiszálltak, hogy magunkra hagyjanak, de Attila folytatta velünk tovább, nagyon kedvesen egészen most augusztusig, azóta már csak úgy mi csináljuk. És hát 3 éve jöttünk ugye össze, még szeptemberbe. Hát azóta toljuk, különböző számok voltak, olyan számok, amiket már nem játszunk, meg már lekoptak, meg már éveken át játszottuk, tehát tényleg másfél-két éves számok, és már mi is kicsit untuk. Igyekszünk frissíteni. Hát igen, az is kell még a közönségnek, hogy valami újat is nyújtsunk. Vannak-e fellépéseitek? Látunk itt a próbateremben plakátokat. Erdőkertesen kívül is léptek föl? Lépünk, igen, Erdőkertesen kívül is. Nagyon sokszor így a kistérségben voltunk már, mondjuk Pesten is, meg Vácon is. Ugyebár a Váci Vigalomba 2-szer. Hát idén nem tudom, kijutunk-e, mert még nem nagyon hallottunk olyan zenekarral, aki egymás után 3 évbe kijutott. Hát évente szerintem 10-15 koncertünk van, tehát minden hónapra jut egy nyáron, ugyebár több a fesztivál szezon miatt, meg mert több a emberek, fiatalabbak szabad ideje, és főleg nekik zenélünk. De vannak idősebb korosztálynak szóló számok is. Hát most, mióta kiszállt a másik gitáros, és mióta ugye ő énekelt is, ezért az éneket jobban át kell dolgozni, meg azért ez így nagy teher egy zenekarnak, hogyha kiszáll egy tag, egy énekes gitáros. Most volt egy fellépésünk januárban, az jól sikerült, így is, hogy mihol beleszokott az új szerepébe Oliver, nem csak közönség, mint az eddigi koncerteken. Igen. Dóri is nagyon jól teljesített, hogy egyedül énekelt, nem volt más énekes. És hát reméljük, hogy tudjuk tovább így csinálni, meg talán még jobban is, mint eddig. Mert kijutottunk a P-Mobil elé, mint előzenekar. Még azt hiszem, az tavaly volt talán, vagy tavaly előtt volt talán.
akkor voltunk olyan másfél évesek, ha jól emlékszem. Egy ilyen őszi buli volt bent a Józsefinába, igen. Nagyon hideg volt, kabátba járkáltunk. Hát a másik, ami pedig még elmondható, hogy ugye országban több ilyen gyermekzenekar is van, ilyen fiatalabbakból, és négy ilyen zenekart sikerült összehoznunk ide Erdőkertre egy ilyen egész délutános zenekar találkozós programra, és oda is nagyon sokan eljöttek, és nagyon jó volt a buli. Egyszerre mind a négy zenekar is szerepelt a színpadon, egy színpadon, úgyhogy az nagyon jó volt. Meg Krokodilok, nekik is voltunk előzenekarok Vácon a 10 éves buliukon. Mi a zenekar távlati terve? Szeretnétek saját dalokat is készíteni a jövőben? Esetleg lemezt? Hát igazából saját dalok készítése már folyamatban van, tehát egy-kettőn szabad időnkben már tevékenykedünk. De igazából szerintem ezt nem lehet erőltetni, tehát a saját számok azok általában úgy szoktak összejönni, hogy valaki otthon játszik, játszogat, előjön egy motívum, akkor azt leírja, lehozza, itt összerakjuk, megnézzük, hogy van-e bárkinek hozzá bármilyen ötlete. Távlati tervekhez meg hát a albummal kapcsolatban azért először a szükségen egy kiadóra, vagy valaki, akinek a támogatását el tudnánk nyerni, meg azért szeretnénk szerintem Pest megyéből is kitörni, hogy azért az ország több részeiből is eljussunk, és további ilyen sikeres fellépéseket adhassunk elő. Ez már kezdi kinőni magát, tehát azért lassan én is már 19 leszek idén, azért már engem sem nagyon lehet kidnek nevezni, de szerintem már ez az emberek tudatában azért beleívódott, hogy ez átalakult egy ifjúsági zenekarra már inkább, és úgy Kid Rock Bandként már nem is nagyon reklámoznak minket. Esetleg még egy-két plakátor rajtam, ahol a régebbi logó van meg, de már kezd kimenni az emberek tudatából magától, hogy látják, hogy nőnek fel az emberek. Terveztek is ilyen jellegű arculatváltást a későbbiekben? Hát, ha elkészülnek a saját számok, persze, tehát ez ettől nagyon sok minden függ, legfőképp a jövő, és hogy hát persze a zenei stílustól is függ, hogy majd mibe fogunk saját számokat írni, tehát még ez változhat a mostani hozzáállásunk, de természetesen akkor már el fogjuk hagyni a feldolgozásokat és minél több saját számot. Tehát ugye 10-12 saját számot minimum az egy koncert már kijön belőle, ilyen egy órás, 50 perces kis koncert. És természetesen akkor, ha olyan stílusú lesz, meg szövegeikben olyan lesz, meg változik a zenekar arculata zeneileg, amit játszunk, akkor névváltás is elképzelhető természetesen, meg kicsit kezdjük úgy kinőni is ezt persze, és hát ez a matematikás dolog, ez ugye kicsit olyan gyermekesebb, meg iskolásabb, meg ugye a logó is, azt is szeretnénk valami sajátot majd hozzá, hogy ne ezt a Metallica feelinget adjuk, mert tiszteljük őket, főleg azért lett ez a logó, meg nagyon sokan hallgattuk ezt akkor a zenekarból, de azért egy kis egyediség mégis kéne, ha már saját számuk. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, meg hogy reméljük megnézitek a videót, és lesz jó sok like, meg feliratkozó majd. Aki felrakja, ez mindenkinek jó, és hát reméljük, hogy hallgatni fogtok minket, tetszett ez a kis bemutató úgy az életünkből, ugye zenekari próbákból, meg remélem sok új dolgot megtudtatok rólunk, és reméljük, hogy még találkozunk koncerteken, vagy itt tud összefutni. Így van, reméljük, hogy mindenki, aki megnézi ezt a kis videót, és esetleg olyan lehetősége van, hogy meg tudna minket hívni bármilyen fellépésre. Szinte mindenre nyitottak vagyunk, megtalálhatok minket a Facebookon, ugye hamarosan az induló weboldalunkon is megtalálhatok, majd ezt természetesen hirdetni is fogjuk. De ha úgy van, akkor akár az Erdőkertesi Faluházban tudtok érdeklődni utánunk, vagy esetleg itt személyesen eljöttök egy próbára, vagy bejöttök itt a épülethez, a próbaterembe, akkor akár egy próba keretein belül is megnézhettek minket, és tudunk beszélgetni bármiről, és szeretettel várunk mindenkit. Hát remélem tetszett ez a próba, hogy zenéltünk. Én próbáltam a legjobbat adni magamból. Hát szerintem jók voltunk. Remélem sokan nézik meg ezt a videót, és sokan jönnek el koncertekre. Hát
várunk titeket a koncertekre, keressetek minket. Köszönjük a lehetőséget, és gyertek sokan koncertre. Köszönjük. Mi voltunk a Matematika zenekar, én Tóth Máté, és a többiek. Sziasztok!